A jubileumi rendezvény keretében a Magyar Falu program pályázatán elnyert támogatásból megújult nyárfaköz is megnyílt a pétfürdői lakosok előtt. A terület avatásán Horváth Éva polgármester mondott beszédet. Minden október 1-én megpróbálunk valamit felavatni, átadni, ami az elmúlt fél év, elmúlt évnek az eredménye. Most épp a nyárfa közön a sor. Talán ez az utolsó utcánk, aminek már neve volt, de utca még nem volt. És most sikerült a Magyar Falu programban elnyert támogatáson ezt megvalósítani. Nem csak útépítés történt, hanem csapadékvízelvezető rendszer is épült, amire nem, az nem támogatásból, de végül is elkészült. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy Pétfürdő összes utcáját felújítottuk. Egy kis szakasz hiányzik még, de ez nem önálló utca, hanem csak egy szakasz, ami remélhetőleg jövőre sorra kerül. Az eseményen jelen volt dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő is. Elmondta, minden évben a település ünnepnapján kerül átadásra egy-egy beruházás. Most sem volt ez másképp. Milyen apropóból köszönhetjük Önt itt, ismét Pétfürdőn? Ma van a település önállóvá válásának 25. évfordulója, és a polgármester asszony meghívott. Nekem azt mondta, hogy az a hagyományuk, hogy ilyenkor az ünnepségen, ami egésznapos ünnepséget jelent a település életében, reggel 9-től a nap végéig, mindig átadnak egy-egy beruházást, amivel a település gyarapodik. Most a nyárfa középítése valósult meg, több mint 40 millió forintos Magyar Falu programos pályázat eredményeképpen. Ennek az ünnepélyes átadása vagy felavatása volt, és bejártuk ezt a nagyon szép részét a településnek, és a kertbarátokat is megnéztük, meg emberekkel találkozunk, és örömmel vagyok itt. 25 éve szakadt el Várpalotától Pétfürdőn. Ön otthon van Pétfürdőn is, és Várpalotán is. Nagyon sok ismerőse és jó barátja van. Mit tapasztal, begyógyultak már az akkori sebek? Én úgy gondolom, hogy igen. Reményeim szerint nem ellenfele vagy ellensége a két település egymásnak. Én mind a várpalotaiakat, mind a pétfürdőieket jó szívvel képviselem. Hozzám forduló akár önkormányzati, akár magánjellegű kéréseket legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni a törvényes keretek között. Én azt gondolom, hogy ugye ez a választókerület 45 település foglal magába Várpalotától Balatonszepezdig. Én mindenkit, minden települést és minden választópolgárt egyformán fontosnak tartok, és egyformán fogadok, és egyformán próbálok meg a hozzám fordulókat segíteni. Úgyhogy gratulálok mind Várpalotának az elmúlt 25 évhez, és mind Pétfürdőnek az elmúlt 25 évhez. Legyenek barátok, segítsék egymást, fogjanak össze, hogyha vannak olyan kérdések, azt gondolom, több olyan kérdés is van, például biztonság, iparbiztonság kérdése, egyéb kérdések, amiben jó az, hogyha együttműködés van. Én azt gondolom, ezt én segíteni fogom a jövőben is. Nemrégiben fogadóórát tartott Várpalotán. Milyen ügyes-bajos dolgokkal, kérésekkel keresték meg a palotai polgárok? Nem csak palotaiak kerestek meg, ugye rendszeresen a választókerület több településére eljutok és ott tartok fogadóórát. Volt olyan nyugdíjas-pedagógus, aki a tapasztalatait osztotta meg velem, hogy ebbe a helyzetbe mit kellene tenni a közoktatás területén. Volt olyan megkeresés, aki egy pétfürdői, aki egy újdonságot próbál egy olyan vállalkozást beindítani, ami régi járműveknek a bemutatását célozza meg. Akár magánjellegű kérdések is voltak. Örülök annak, hogy találkozom a választópolgárokkal. Hogyan lehet kiérdemelni azt, hogy egy településre eljöjjön és fogadóórát tartson? Mindenhova elmegyek, ahova hívnak, az a cél. Az nem biztos, hogy minden rendezvényen ott vagyok, sőt, ez egyáltalán nem biztos, de az a célom, hogy egy évben egyszer minden, az se kis vállalás egyébként, mert ugye 45 település van, eljussak, és ugye általában az ünnepi programokra szoktak, falunapokra, születi felvonulásra, vagy ünnepségre, átadásra hívni, de nem csak ilyen rendezvényekre megyek, hanem a feladatok előkészítése érdekében is meghívnak engem, a véleményemet kikérik, akkor elmondom. Tehát az én ajtóm nyitva áll a településeken élők előtt. Hétközben a parlament, hétvégén rendezvények, települések látogatása. Mikor pihen az országgyűlési képviselő? Mivel tud töltekezni? Én a munkával foglalkozom. Nekem azért választottak meg, hogy engem is, meg a csapatomat is, és most egy olyan időszakot élünk, amikor amit még korábban
nem volt szerencsénk, hál' Istennek, tapasztalni. A szomszédunkban dúló háború, meg a uniós szankciók által kiváltott energiaválság, ennek a következményeit kell elhárítani, egyáltalán az emberek, az önkormányzatok, a családok, az ország működő képessége megmaradjon. Tehát erre koncentrálok, persze én is emberből vagyok, de mondom, most a feladat az első, és nem a pihenés. Erről a rendkívüli helyzetről beszélünk. Van arról tudomás, hogy a 45 településen sort kerítenek esetleg intézmények bezárására, vagy téli szünetre küldésére? Minden település készül arra, hogy megfelelő választ adjon a helyzetre. Október 21-én meghívtam Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkárt, hogy adjon tájékoztatást a polgármestereknek. Minden 45 polgármestert meg fogom hívni, mert hétfőn megy ki a meghívó, és október 21-én lesz. És én az... Hol kerül sor erre a találkozóra? Alsóörsön lesz. Az egy jól bevált helyünk nekünk, Alsóörs a művelődési ház. Szívesen is látnak ott bennünket. Abba bízom, hogy ezek az információk is hozzájárulnak ahhoz, hogy jó válaszokat tudjanak adni. Azt gondolom, az a helyes hozzáállás, hogy elsősorban kötelező feladatokra kell koncentrálni, és meg kell nézni, hogy az önként vállalatokból mit tud teljesíteni a település, az információkat illetőleg az egyéb támogatásokat illetően. Azt gondolom, hogy most ennek az időszaknak az átvészelése a legfontosabb feladat. Bízunk abban, hogy, és én személy szerint is azért dolgozom, hogy ha ezen túljutunk, akkor újra ezt a korábban megszokott 10 éves fejlesztési pályát tudjuk a településeknek biztosítani. Pétfürdő önállóvá válásának évfordulóján a rendezvény sorozat következő állomása a közösségi ház aulája volt. A helyszínen a Várpalota Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület termény bemutatóját a Szent László kórus éneke nyitotta meg. Sort követően szebbnél szebb színekben pompázó zöldségek, gyümölcsök, befőttek és savanyúságok között barangolhattak a látogatók.
ünnepi program a színházteremben folytatódott. Horváth Éva, Pétfürdő nagyközség polgármestere emlékezett vissza a régmúlt eseményeire. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, a 25 éves évfordulón. Az idején, amikor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogy kéne megünnepelni egy kicsit másképpen ezt a mai napot, mint ahogy szoktuk, az első, ami kiesett az, hogy nincs díszelőadás, nincs nagy egy helyben ülő helyehúja, hanem valami olyan programot állítsunk össze, hogy mindenből egy kicsikét, hogy minél több oldalról mutatkozom be Pétfürdő, minél több embert megismerjünk Pétről és távolról is, hogy színesebb legyen, és csináljunk egy nagy sétát. A mai sétánk az reggel kezdődött volna, fiatal lelkes csapat, a Mozdulj Pét szervezői megszervezték szó szerint a délelőtti sportprogramokat, de sajnos az időjárás közbeszólt, úgyhogy ez az állomás, a sétának az első állomása elmaradt. Majd befotoljuk. A második állomás a Nyárfa közben volt, a legújabb utunkat avattuk föl, legóva egy régi-régi adósságot. Aztán jött a következő állomása a sétának, a Kertbarátkör kiállítása. Itt vagyunk most a negyedik állomáson, a színházteremben, ahol lesznek boldog pillanatok, meg lesz egy olyan film, ami tulajdonképpen nem a mai alkalomra készült, hanem 5 évvel ezelőtt. Arról szól, amit ma ünnepelünk. Utána megyünk majd tovább, föl az emeletre, emlékfal avatásra, könyvbemutatóra, fotókiállításra, és végül zárjuk a kirándulást Len Pejtomezején a ligetbe, ahol begyújtjuk a mágiát. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mire vagyok legbüszkébb az elmúlt 25 évben, akkor én azt mondom, hogy a legelső képviselőtestületre. És arra a 10-11 hónapra, amíg ez a legelső képviselőtestület dolgozott. Hogy miért mondom ezt? Akkor 14 tagú volt a testület, tehát volt 13 képviselő és a polgármester. A tagok többsége teljesen amatőr volt. Nem ismerte az önkormányzati munkát, nem ismerte a képviselői munkát, voltak ismerte, de a nagy többség, a döntő többség nem ismerte. Teljesen amatőr módon, nagy lelkesedéssel, de meg kell, hogy mondjam, remegő lábakkal ültünk le az első testületi ülésekre, és próbáltunk elindulni valamerre. Semmiféle hátterünk nem volt. Nem volt hivatalunk. Nem volt hivatali apparátusunk. Nem volt jegyzőnk, nem volt számítógépünk, egy szem rozog a fénymásolónk volt. És mégis el kellett kezdeni a munkát. És bár nagyon különböző emberek voltak ebben a legelső testületben, mégis mindenki tudta, hogy ezt meg kell lépni. És eljutottunk odáig, hogy decemberre már lett jegyzőnk, és januárban el lehetett kezdeni az úgynevezett törvényhozást, mert rendeleteink, törvényeink se voltak. Tehát nem volt leszabályozva, hogy hogy működjünk, nem volt leszabályozva, hogy hogy működjön a település, mit kérhetünk számon, mit írjuk elő. Volt olyan képviselő testületi ülés, hogy 20 rendeletet hoztunk, kínunkba, hogy haladjunk, azt csináltuk, hogy elővettük a várpalotai rendelettárat, és végignéztük paragrafusonként a palotai rendeleteket, és megpróbáltuk átmenetileg Pétfürdőre igazítani, hogy legyen szociális rendeletünk, legyen közterületrendeletünk, legyen temetőrendeletünk, tehát mindenféle olyan rendelet, ami a település működéséhez szükséges. És ami az első nagy igazi vívmány volt, hogy 98. februárjában lett költségvetésünk is, igaz, hogy hajnali 2:30-kor álltunk föl az asztaltól, de megalkotta az első költségvetését a képviselőtestület. Ez volt az a testület, aki az első hónapban elmondta, hogy gyerekek,
Két hetente kötelezően ülésezünk. Öt bizottságunk volt. Tulajdonképpen a hét minden napján valamelyik bizottság ülésezett. Két hetente ülésezett a képviselőtestület, hogy haladjunk, intézkedni tudjunk, hogy a lakosságot ki tudjuk szolgálni, és meghatározunk valami olyan irányt, amin el kell indulni. Ezért vagyok büszke erre a testületre, mert ezt az irányt meghatározta, többek között meghatározta a beruházásoknál, hogy nem csili-vili felszíni dolgokat fogunk építeni, hanem megcsináljuk azt, ami a föld alatt kell, hogy megcsináljuk. Folyamatban volt a japán beruházás, a szennyvíz befejezése ránk maradt, az ivóvizet meg kellett csinálnunk. Utána megcsináltuk a föld alatti csapadékcsatorna rendszert, utána bújtunk ki a földből, és kezdtük el az utakat, járdákat építeni, aminek a legutolsó útszakasza ma került átadásra. Nem akarok adatokat mondani, de Trászki Laci majd bólogat nekem, hogyha nagyon-nagyon szigorúan összeszámolnánk azt az út hosszat és járda hosszat, amit az elmúlt 25 évben megcsináltunk, elérnénk a 100 kilométert. Nagy számnak tűnik, és az ember el se hinni, de ez van ennyi. Amikor ez elkészült, akkor bújtunk ki a földből, és akkor jöttek a látványosak, mert ezek szükségesek voltak, de nem látványos volt. Befejeztük az orvosi rendelőt, felépítettük a bölcsödét, a ravatalozót, és legeslegvégén a polgármesteri hivatalt, fölújítottuk az összes intézményünket, iskolát, óvodát, közösségi házat. Tulajdonképpen ez így összefoglalva, ja és ami mindenkinek a szívecsücske, ismételtellett tabunk. Ez csak nagy vonalakban a teljesség igénye nélkül, és nagyon-nagyon sok minden kimaradt ebből. Én azt hiszem, hogy ez a 25 év nem telt el fölöslegesen. Nem csináltunk sok nagyon rossz dolgot. Én nem mondom, hogy minden a legtökéletesebb lett, de alapvetően nem rontottunk el semmit, haladtunk, ahol tudtunk, és ennek az elindítója a legelső képviselőtestület volt. Én nem akarok tovább nosztalgiázni, tudnék én itt éjfélig is, de ez majd jövőre, a 26 évesen, úgyhogy én kívánom, hogy érezzék már magukat jól ezen az egész napos kiránduláson, és jó szórakozást kívánok! A rendezvény keretein belül ifjabb Teránszky László, a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány kuratóriumának elnöke díjat adományozott Magyar Józsefnek. A településen mindenki Józsi bácsia, Magyar József lett, a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány kitüntetettje, a Pétfürdő Sportjáért díj jutalmazottja. Magyar József 1969-ben kezdte meg Pétfürdőn szakmunkás tanulmányait. 1980-ban került a nitrogénművekhez, a sportot Berhidán kezdte, juniorként birkózott és az ifjúsági csapatban focizott. Pere Martonba járt gyakorlati képzésre, ezért ott folytatta a sportolást, később Várpalotára igazolt át. A vegyipari Spartakiádon harmadikként futott be. Megalapította a kispályás foci csapatot Lóci FC néven, ahol körülbelül 20 évet futballozott. Emellett kezdett el sakkozni Kurucsai István csapatában, ahol mesterjelölti szintig jutott. Később a szakosztály vezetője lett és sakkot oktatott a gyerekeknek. Megalapította a Nosztalgia Tömegsportklubot, foci, sakk, asztali tenisz, teke és teniszbajnokságokat szervezett. 2010-ben a Vegyes Serdülő foci csapattal indult a Balatonkupán, amit megnyertek. 2009-ben megalapította a Lurkó Foci Klub Egyesületet. 2013 óta a PTMTE Bozsik programjának edzője lett. 2022 nyarán jelentette be visszavonulását. A Pétfürdőért díj átadására is sor került. Horváth Éva polgármester és Miskolci Ferenc alpolgármester nyújtotta át a kitüntetést Borbándi Ambrusnénak az évek alatt végzett sokszínű közösségi munkája elismeréseként. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
248/2022. szeptember 1. számú határozatával Pétfürdőért kitüntetést adományoz Borbándi Ambrusné részére. Borbándi Ambrusné a 70-es évek eleje óta él Pétfürdőn, jelenleg nyugdíjas. A pétfürdői Hánczmán ZRT-nél dolgozott, ahonnan 2012-ben ment nyugdíjba, és még abban az évben megválasztották a Péti Nyugdíjas Klub vezetőjének, majd 2014-ben a Muskátli Tánc csoport vezetését is elvállalta. A tagság megelégedésére töretlen lelkesedéssel irányítja mindkét civil szervezetet, szervezi annak munkáját. Vezetésével a Nyugdíjas Klub szervezi az évente megrendezésre kerülő néptánc találkozót, szüreti felvonulást, májusfaállítást és annak kitáncolását. Vezetésével a heti 2 órás gyakorláson kívül rendszeresen fellépnek Pétfürdő ünnepein, az évente megtartott Nyugdíjas Néptánc Fesztiválon, továbbá a közeli települések által szervezett különböző programokon. Aktív közreműködésével, vezetésével részt vesznek az évente megrendezendő országos Kimittudon, ahol eddig számos arany és egy kiemelt aranyminősítést értek el. Borbándi Ambrusné szerteágazó közösségi munkát végez. A település legrangosabb elismerése a Pétfürdőért díj 2002-ben került először átadásra. Az ünnepségen a Pétfürdőért díj kitüntetéseivel járó kitűzőket vehetett át Bálint Gézáné, Bonc Lászlóné, dr. Kovácsné, dr. Haller Anna Mária, Gelencsér István és Mészáros Endre. Emlékfalavatásával folytatódott az egésznapos program. A közösségi ház emeletén Pétfürdő kitüntetettjei részére készített tablót Horváth Éva polgármester szavait követően leplezték le. Az ünnepség keretein belül fotótárlat nyílt az emeleti nagyteremben. A kiállítást Angeli Katalin, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója méltatta. A megnyitó nézői és az elkövetkezendő időszak látogatói szavazatukkal dönthetnek arról, hogy melyik fotó érdemes arra, hogy képeslap formájában is elérhetővé váljon. A kiállítás megtekinthető a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár emeleti nagytermében, hétköznap nyitvatartási időben. A negyed évszázadot felölelő évek alatt rengeteg emlékezetes pillanatot éltek át a pétfürdőiek. Ezeket a történeteket, visszaemlékezéseket formába öntötték, és megszületett a Pétiek Pétfürdőről című kiadvány. A sok emlék mellett Pétfürdő története is kézzel fogható könyvként jelent meg. Tóth Sándor Pétfürdő évszázadai című szerzeményével is megismerkedhetett az olvasó. Az idei évben a 25 éves jubileum tiszteletére naptár is készült, mely rendhagyó módon 2022. október 1-jével indul, és 2023. december 31-jéig tart. A rendezvény sorozat kísérő programokkal kiegészülve zajlott. A PTMTE sakszakosztálya által szervezett Kurucsai István emlékverseny, illetve a Pétfürdő sportjáért alapítvány szervezésében amatőrteke bajnokság zajlott. Szombaton alig, hogy besötétedett, a liget vette át a főszerepet. Sok éves hagyomány már, hogy a pétiek egy hatalmas örömtüzet gyújtanak Pejtu mezején, és együtt emlékeznek az elmúlt időszak eseményeire. A napzáró programján a napfénynői kar éneke adta meg a hangulatot, majd Horváth Éva polgármester szólt a liget belátogatókhoz. Így hát kedves kis
25 évvel ezelőtt több száz ember állt itt a ligetben ilyenkor. Igaz, hogy nem október 1-én, hanem szeptember 29-én. A különbség az volt, hogy akkor nagyon sötét volt. Nem volt világítás, semmi fény nem volt, de mindannyian tudtuk, hogy a tér közepén ott van egy nagy mágia, mert egész nap azt raktuk, és az a mágia nem sokára kigyullad, és ez a fény valamit jelenteni fog. Azóta minden évben, 25 éve, október 1-én meggyújtjuk ezt a mágiát. Akkor a itteni lelkes emberek szívében égett a láng, és attól lett a nagy láng. Most fiatalok fogják nekünk hozni a kis lángokat, abból legyen egy hatalmas, hatalmas nagy láng. Én szeretném felkészíteni a Pétfürdő leválását előkészítő bizottság tagjait, akik itt vannak, hogy jöjjenek ide. Sorolnám a bizottság tagjait. Sajnos nagyon hosszú a lista eleje, ők azok, akik már nincsenek velünk. Úr János, Mayer Árpád, Schmidt Ferenc, Pekker József és Móroc Károly már nincs köztünk. De kérem az élőket, Bálint Gézánét, Boncz Lászlónét, Gelencsér Istvánt, Farkas Györgyit, Erdélyi Attilát, Miskolci Ferencet és Horváth Évát. Jöjjenek ide mellém, hogy a lángokkal, a kicsi lángokkal mi gyújtsuk meg a nagy lángot. A Futapét Tömegsport Egyesület vezetésével fáklyás futók és pétfürdői lakosok hozták az örömtűz gyújtásához szükséges lángot, együtt fellobbantva a közös erővel épített mágiát. Egy szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a fő. Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fáj. Tudod jó,
nézd rám, s ne ígérj, nézd rám, sose félj, ha nincs hely, ahol élj, indul az a felül.